Máté vagyok, és ma egy nagyon különleges videóval érkezem nektek, ugyanis egy háromfogásos, hát végül is Valentin napra is alkalmas vacsorát fogunk összehozni, és ez nagyon király lesz, szóval tartsatok velem! Előítélnek egy egyszerű sajtos dudát választottam, ehhez leveles listát használtam, amit ilyen vékonyra nyújtottam ki. Ezt megkentem különböző dolgokkal, például margarinnal, illetve szórtam el egy kis sajtot. Olyan sajtot használhattok igazából, amit szeretnétek, én ementálit használtam, illetve fűszereztem sóval és borssal. Fölvágtam őket csíkokra, ezeket a csíkokat megtekertem, és szórtam még rájuk egy kis sajtot, illetve megkentem tojással. Ezek bele is mehettek a sütőbe, ami 180 fokra elő volt melegítve. Mindenképpen figyeljétek azért a sütésnél, mert mindenkinek más sütője van. Én légkövedéseset használtam, és kb. 15 perc alatt lettek kész ilyen roppanós aranybarnára. Közben nekiálltam a főételnek, ami egy tortilla lesz. Ennek a tésztáját készítem most el. Lisztet, sót, olajat, tejet és sütőpont kevertem össze. Ennek a receptjét természetesen, ahogy mindennek, megtaláljátok a leírásban. Miután összekevertem a tésztát, 2 percig gyúrtam, és pihentettem. Amíg pihentettem ezt a tésztát, olívaolajon egy kis fokhagymát melegítettem, amihez hozzáadtam kb. 1 perc sistergés után a kis csirkemellcsíkjaimat, ezt egyelőre nem fűszereztem. Közben megkelt a tészta, amit 8 egyelő részre osztottam el, ezeket a 8 kis háromszögeket gombócokká formáltam, amit újabb 10 percre hagyni álltam, állni hagytam. Amikor letelt a 10 perc, ezeket a kis gömböket egy nyújtófa hiányában ezzel a valamivel nyújtottam ki, de merjetek nyugodtan improvizálni, az a lényeg, hogy ki lehessen őket nyújtani. Nagyon vékonyra kell őket kinyújtani, inkább 1 mm vastagra nyújtottam ki az összeset. Közben belekevertem a csirkébe is, hogy jó legyen, és fűszereztem fűszersóval, sóval, borssal. Itt látható, hogy ekkora lett nekem az összes tortillám. A tenyeremhez képest kb. Ekkora lett, de ez így szerintem normális méret, amit egy teljesen forró olaj nélküli sütőbe, serpenyőbe raktam bele. Egyszerűen csak így beledobtam, és mind a két oldalán sütöttem körülbelül 1 percig, de ez az első lett nekem, és nem lett túl jó, mert kicsit túl sütöttem, szóval vigyázzatok, hogy ne süssétek túl, ennyire azért barna ne legyen, mint ahogy itt láthatjátok. Kb. Így néztek ki a tortilláim, és ha ez is készen van, akkor nekiálltam a desszertnek, ami egy churros lesz. Ehhez margarint olvasztottam vízzel, vaníliás cukorral, vaníliaromával, és egy csipet sóval a tűzön, hozzáadtam a lisztet, és összekevertem, ennek egy ilyen nagyon sűrű valaminek kell lennie, ami eléggé összeállt, de levettem a tűzről, hozzáadtam 3 tojást, és egy ilyen masszát kaptam, amit beletöltöttem egy nyomózsákba, amit egy ilyen csillagcsűvel béleltem ki. Ilyeneket beszerezhettek bármelyik nagyobb áruházban manapság, és ez így néz ki. Nagyon forró olajba ezeket kinyomkodtam, egy kés segítségével leválasztottam a tésztát a csillagcsőről, és ezek egy kb. 2 percig sültek minden oldalon, de tényleg arra vigyázzatok csak, hogy nagyon forró legyen az olaj, és hogy ne rakjatok túl sok tésztát a serpenyőbe. Miután készen voltak, lecsöpögtettem őket egy kicsit, és beleforgattam őket fahéjas cukorba. Ez arra kell, hogy igazából megadja az ízét, de anélkül is finom persze. Illetve egyébként ezt a receptet sütőben is el tudjátok készíteni. Én most az olajban sültve változatot készítettem el. Ez így nézett ki. És el is készültünk a vacsorával. Itt van az előétel, ami nem túl fancy, de megteszi. A tortilla, a különböző töltelékek, a csirke, a saláta, a sajt, illetve készítettem még egy ilyen majonézes tejfölös mártogatóst is. Itt van a churros, amihez meg szintén készítettem egy csoki szószt, aminek a receptjét nagyon szívesen megosztom veletek, majd egy következő videóban. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnézted, boldog Valentin napot! Sziasztok! Tesó! Kurva jó! Menj, de, kurva elvette! Jó!